Legújabb operáján dolgozik budapesti otthonában Ötvös Péter. A 69 éves alkotó pályája rendhagyó módon indult. 14 évesen Kodály Zoltán javaslatára már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanulhatott, szabad idejében pedig zenét komponált. Amit a főiskolán játszottam, improvizáltam, az annak híre ment. És ennek alapján meghívtak rögtön a színművészeti főiskolára, hogy csináljak egy vizsgafilmhez zenét, improvizáljak, nagyszerűen ment. 2 hétre rá meghívtak a következő filmzenét csinálni, erre meghívtak a Víg Színházba, hogy csináljak színházi zenét. Úgyhogy ott álltam 16-17 évesen, és egész nap a színházban, meg a filmgyárban dolgoztam. Mellesleg még jártam a gimnáziumba délben, meg mellesleg még az akadémiára délután, meg még este színházba, meg koncertre. De amikor az ember fiatal, akkor mindenre van ideje. Munkássága elején Ötvös a magyar mozgókép történetének legnagyobb mesterei között számon tartott Mak Károly, Huszárik Zoltán, Szabó István és Fábri Zoltán filmjei számára írt zenét. 1966-ban Kölnbe költözött, a világszerte ismert Karlheinz Stockhausen együttesének lett tagja. Később egy másik ismert zeneszerző, Pierre Boulez meghívására Párizsban dolgozott. Ötvös karmesterként is komoly sikereket ért el, több alkalommal vezényelte a BBC szimfonikus zenekarát. A zene valami olyan módon kapcsolja össze az embereket, egy második nyelv, amelyiken keresztül az egész világ tud egymással érintkezni, ahol nincsenek ezek a határok, ami a nyelv megértéséből származik, viszont nagyon érdekes módon ugyanazok a határok megvannak, mert a zenét is érteni kell. És a zenét is lehet tanulni, meg lehet érteni, és azért a különböző kultúrákból eredő különböző zenék mutatják, hogy mennyire másképpen gondolkozik zeneileg egy-egy bizonyos népcsoport, vagy egy bizonyos földrész. A különbözőség az nagyon fontos. Szörnyű lenne, hogy csak egy zene lenne, vagy csak egy nyelv lenne. A 90-es években főleg Hollandiában dolgozott, Németországban pedig professzorként segítette a pályakezdők munkáját. Az általa létrehozott alapítványok jelenleg is támogatják a tehetséges fiatal karmestereket és zeneszerzőket. Franciaországban 1998-ban mutatták be első operáját, a Három nővért. Jelenleg 5 művét játsszák a világ legismertebb operaházai. Zenekari művei pedig régóta szerepelnek a leghíresebb együttesek repertoárján. Azzal olyan értelemben szerencsém volt, hogy fölfigyelt rám a zenei velt, a zenei világ, tehát belekerültem az opera szerzők közé, és attól kezdve sorba kaptam a megrendeléseket. De később láttam olyan példát is, amikor a bemutató olyan közepes fogadtatású volt, aztán egyszer csak kinyílt az opera, és elkezdett élni, és ebben nem vagyok egyedül. Tehát ez egy nagyon fontos információ azoknak, akik majd a jövőben operát akarnak írni, és csak azt tudom mondani, hogy nem szabad megijedni. Tehát az embernek bízni kell abba, hogy amit csinált, az jó. Ötvös Péter zeneművészeti tevékenységét számos díjjal ismerték el, minden bizonnyal a legismertebb székelyudvarhelyi származású alkotónak számít. Ő egyébként saját bevallása szerint véletlenül született ebben a székelyvárosban. Édesapja a II. Világháborúban katonatisztként Erdélyben szolgált, őt pedig gyermekként a miskolci iskolában kezdte el foglalkoztatni születési helye. Az apám borsodi, nyéklátházai, anyám Kun, úgyhogy én vagyok az egyetlen székely a családban, de nekem is csak a lelkem székely, a vérem nem. Megkérdezték, hogy hol születtem Székelyudvarhelyen, hát az hol van. Ahhoz képest, hogy az összes többi gyerek valahol, vagy miskolci, vagy a különböző kis falukból, a környékből jöttek össze, és én nem tudtam, hogy Székelyudvarhely hol van, mert láttuk a térképen, de ez volt minden, amit tudtak róla. És miután abban az időben azt mondani, hogy valaki székely, az egy különös állapot volt. Tehát az valahogy másképpen kezelték. Bennem kialakult ez a különlegesség érzete.
Ötvös Péter műveiben tetten érhető az erdélyi népzene iránti tisztelet. Ő még általános iskolás korában kapta ezt a mezőségi gyűjtést tartalmazó kötetet. Hosszabb útjaira mindig magával vitte az állandó inspiráció forrásként kezelt Lajta László könyvet. Én zenei anyanyelvemnek érzem a széki zenét. Tehát egy csomó minden más nyelven is tudok zenélni, mert ez hozzátartozik a szakmához, hogy a német zene más, mint a francia zene, a magyar zene, mint az orosz zene. De mindannyiszor, amikor valami személyes kötődésem van a zenémhez, akkor valahogy mindig ehhez jutok vissza, ehhez a széki muzsikához. Ötvös Péter következő operájának ősbemutatója október 25-én Bécsben lesz. Az előadás 2014. januárjában a Művészetek Palotájában is látható lesz Budapesten.